Meg is lepődtem, hogy most így el rövid meghirdetéshez képest is sokan jelentkeztetek, és nagyon megtisztelő. Egy pár technikai információt szeretnék majd mindenkit megkérni, hogy némítsa le magát. Természetesen nagyon-nagyon örülök, hogyha a kamera viszont be lesz kapcsolva, hogyha persze komfortosan érzitek ezt, és utána persze, amikor végre lesz az előadásnak, akkor kérdéseket is fel lehet tenni, illetve tudunk beszélgetni is, hiszen ez nem olyan nagy csoport, hogy ne tudnánk ezt megtenni, és pont az interakciónak van óriási nagy szerepe ebben, hiszen nem arról szól, hogy most egy ilyen több száz fős előadást tartunk, hanem ténylegesen az interakciónak a lényege, hogy pont, hogy megosszuk egymással a tapasztalatokat, és hogy tudjunk egymással ismerkedni, beszélgetni, ha már virtuális térben vagyunk itt, és remélem, hogy majd egy pár gondolatot erre vonatkozólag is majd tudok tenni, hogy nekünk mi a tapasztalat, illetve hát amit most Kati is elmondott, az abszolút azt mutatja, hogy ez egy nagyon jó járható út arra vonatkozólag, hogy erősítsük a közösséget. Alapvetően nagyon gyorsan bemutatkoznék, ugye Hungarian Hub alapítójaként is jelen vagyok. Hungarian Hub pár éve működő olyan platform, ami tulajdonképpen az amerikai magyarokat igyekszik összegyűjteni egy helyre, tulajdonképpen minden információt, ami őket érinteti, legyen ez szó egy szervezetről, egy eseményről, vagy egy vállalkozásról, konzuli információkról és hasznos blogokat, híreket igyekszünk megosztani hiteles forrásból. Politika, vallásmentesek vagyunk, ami nagyon fontos hangsúlyozni, és alapvetően szeretnénk megszólítani minél több magyar. Jelenleg csak magyarul van az információk az oldalon, ezen majd lehet, hogy későbbiekben változtatunk, nyilván hoz egy kapacitás kérdése is majd. Alapvetően most 3-4 olyan projektet indítottunk el a Hungarian Hub keretében, ami pontosan a virtuális térnek a megnyílása, illetve a pandémia adta lehetőségként. Az egyik az a B-terv projektünk, ami alapvetően abban segít a helyi magyaroknak, ami az amerikai magyaroknak, hogy munkát találjanak. Ugye azt látható, hogy nagyon sokan elvesztették a munkahelyüket az elmúlt időszakban, ezen próbálunk segíteni oly módon, hogy a vállalkozásokat megpróbáljuk megtalálni, azok, akik munkát tudnak kínálni, és szívesen dolgoznak magyarokkal együtt. B-terv, ez még mindig is kezdő stádiumban van, de jó pár hirdetésünk már van, úgyhogy meg mindenkit bíztatok, hogyha ti is hallotok valakit, aki mondjuk munkát keres, vagy egyáltalán munkát tud kínálni, akkor biztosátok, hogy egy nagyon egyszerű regisztrációs folyamaton kell keresztül esnie, ki kell tölteni egy nagyon egyszerű kérdőívet, és mi posztolni fogjuk minden egyes fórum, ami lehetséges. Nagyon-nagyon pozitív a visszacsatolás, és nagyon-nagyon sok a kattintás számunk is a weboldalon, ami azt mutatja, hogy tényleg volt rá igény, és kellett, hogy ez már létrejöjjön valahol. A korhatártalan program éppen most csatlakozott be MS-e kolléganőm, lelkészünk, aki tulajdonképpen a csoportnak, illetve magának, a projektnek a vezetője. A korhatártalan programnak lényege, amelyet szintén a pandémia hívta életre, hogy olyan területeken próbál segíteni olyan időseknek, illetve 40 év fölöttieknek, akiknek bármilyen lelki gondjuk van, azt tapasztaltuk, hogy nagyon sokan igényelik ebben az nehéz időben, hogy egyáltalán csak próbáljanak beszélgetni valakivel, el tudják mondani a problémáikat, nagyon sokan egyedül maradtak, és nyilván szeretnénk ezt valahogy áthidalni, így szövetkeztünk egy magyarországi alapítvánnyal, a Délután alapítvánnyal, akik már közel 30 éve foglalkoznak önként esekkel, illetve hívásokkal Magyarországról, ők is csatlakoztak, illetve akinek lelkisegély szolgálatra van szükségük, itt van MS-e, illetve több lelkész és pásztor is csatlakozik a projekthez. Bízunk benne, hogy egyre többen fognak hívni is minket, mondjuk ez nem annyira jó hír, mert talán azt jelenti, hogy akkor sokaknak problémájuk van, de mindenképpen egy segítséget szeretnénk, egy olyan nyújtókezet adni, ami mindenképpen biztonságot ad számukra. A harmadik projektünk a virtuális színház. Ez már 3-4 előadáson vagyunk túl, és nagyon nagy sikerrel zajlottak le április, május és június folyamán.
ezeket az előadásokat még szervezzük. Most az otthoni színművészeti körül kialakult helyzetre való tekintettel most ezt egyelőre még nem indítottuk el. Itt az Amit, aminek éppen szeretnénk együttműködni, ezek az ígéretek nem üresek voltak, hanem ténylegesen dolgozunk azon, hogy milyen úton, módon tudunk együttműködni ebben is, hogy hallgatókat vagy a diákokat hogyan tudjuk ezekbe a projektekbe jobban bevonni interaktív kulturális előadásokba. Ezeket azért mondom el, és azért hangsúlyozom, hiszen nagyon fontos az, hogy itt már mindjárt a virtuális térre már bele is csatlakoztunk, ezek az ötletek is talán adhatnak némi inspirációt. A Hungarian Summit az egyik nagy fő projektünk, ami ugye márciusban került volna megrendezésre, sajnos ugye itt is a vírus közbeszólt, sajnos törölnünk kellett az idei rendezvényünket. Maga a rendezvény a közösségi, felsőoktatási, gazdasági és kulturális területeken próbál hidakat építeni a két ország között. Nagyon sok vendégünk jött, illetve a diaszpórából is közel 50-en képviseltették volna magukat az eseményen. Bízunk benne, hogy ez jövőre megvalósul. Mi nagyon optimisták vagyunk, nem lehet másként szervezni, csak optimizmussal és kitartással, úgyhogy bízunk benne, hogy valóságban az élőedben is meg tudjuk valósítani, de természetesen itt ez a mi B-tervünk, hogy online is ki fog alakulni, hogyha adott esetben nem engedi a körülmények. És a legújabb projektünk, illetve hát maga a mai téma is, ez a 7 tip az erős magyar közösség építéséhez Amerikában 2020, ez egy nagyon régi álmot váltotta valóra. Közel 20 éves civil szervezeti tapasztalataimat próbáltam egybegyűjteni kollégák segítségével, olyan szakértők segítségével, akik maguk a szakterületükön nagyon erősek és szervezeti kommunikációban, vagy éppen szervezeti fejlesztésben már aktívan részt vettek. A könyv nem arról szól, és nem azt kívánja szolgálni, hogy nagyon sablonos és rendkívül száraz információkat és tudományos információkat adjon át a közönségnek, hanem alapvetően ténylegesen gyakorlatias tippeket és az életből életszagú ötleteket próbál átadni mindenki számára. Még a Hungarian Hub-ra még csak egy pillanatra visszatérve, hogy természetesen maga a könyv sem, és ugyanúgy a többi projekt sem lehetett volna létrehozni, hogyha nincs egy fantasztikus csapat mellettünk. A csapatnak a része, egy része van még csak itt fönn, mert valaki még mindig lusta volt, és nem küldte be az információkat magukról. Körülbelül már 16-an vagyunk nagyságrendileg, a Hungarian Summit és a Hungarian Hub csapata közösen. Nagyon büszkék vagyunk mi is erre, hiszen fluktuációnk szerencsére nekünk sincsen, és hát ténylegesen akik itt vannak velünk, azok érzik és értik az önkéntességnek a lényegét, és minden egyes momentumában részt akarnak venni szerencsére. Na, vágjunk is akkor a lovak közé, úgymond, és próbáljuk meg átnézni azt, hogy tulajdonképpen miért is vagyunk itt. Mindenszeken előtt, mielőtt belemegyünk a pontos részletekbe, feltétlenül szeretném elmondani, hogy mi a háttere a magyarságnak itt az Egyesült Államokban, hogyan alakult ki a mai magyarság, és hogy miért tartunk itt, vagy milyen problémák, amik már most szembesülnek általában a közösségek, azok miért így alakultak ki. Először is egy ilyen kis áttekintés arra vonatkozólag, remélem jól látjátok, hogy hogyan zajlott az emigráció Magyarországról az Egyesült Államokba. Az első hullám az 1849 és 50 körül érkezett nyilvánvalóan a szabadságharcot követően. Rengetegen jöttek, ez megdöbbentő szám, 650-700 ezer ember emigrált kényszerűségből vagy önkéntesen az Egyesült Államokba. A következő nagy hullám az első világháború hozta, ami közel 1 millió embert hozott át tengerentúlra. Nagyon sokan azért terveztek visszamenni Magyarországra, de az ottani gazdasági helyzet és trianoni döntés hatására nem volt hova, és nem tudtak visszamenni. A második világháború után kisebb volt az emigrációs hullám, viszont az 56-os események után természetesen érezhető volt egy újabb löket, itt viszont csak 40 ezer emberről tudunk hivatalos adatok szerint.
A 70-es és 80-as években szintén kisebbnek mondható az emigráció, részben azért, mert nagyon nehéz volt egyáltalán átjutni a határon. Akik diszidáltak, azok alapvetően az európai országokat választották elsődlegesen, de hát ettől függetlenül érezhető, hogy van egy olyan közösség is, akik ezt a korosztályt képviselik. És beszélve a mai jelenlegi helyzetről, pontos számadataink nincsenek, de alapvetően elmondható, hogy közökbelül most két számadat ingadozik, hogy 1,7 és 1,4 millió magyar él jelenleg, aki annak vallja magát legalábbis az Egyesült Államokban. Nyilván ezt hozzá kell tenni, hogy nagy részük egy másod-harmadik generációs magyarok, akik származásilag magyarnak tekintik magukat, de alapvetően nagy számokról beszélhetünk ettől függetlenül még mindig, és nagyon erős még mindig a sokaknak a kötődése. Nyilván nagyon sok olyan közösség és olyan hub van, ami, ahol több magyar él. Ilyen pont Cleveland környéke, Ohio, ahol nagyon sok magyar van, New York, Kalifornia, van a Hollywood környéke, a filmipar vonzása miatt, illetve Florida, ahol közel most is 110 ezer magyart tartanak számon. Jelenlegi adatok, kíváncsi leszek, hogy a legújabb felmérések mit fognak hozni, milyen adatokat. A következő szlájdok, amit szeretnék megmutatni, Farkas Dezső egy nagyon lelkes szociológus adta közre ezeket az információkat, mintegy 2200 magyar kérdezett meg pár évvel ezelőtt, hogy arra vonatkozólag, hogy hogy érzik magukat itt az Egyesült Államokban, magyar-amerikainak vagy amerikai magyarnak. Látható, hogy a kitöltők, akik egyébként az átlag életkorra olyan 40 év körüli volt, 19 éve élnek átlagosan az Egyesült Államokban, és 61%-unk nő volt, aki kitöltötte a kérdőívet. Azok közül a Magyarországot csak 24%-on nevezi elsődlegesen hazáját, az Egyesült Államokat pedig 42%-uknak. A kettők között a 34%, nyilvánvalóan, hogy mindenki számára megfogadható, illetve mindenki számára elég nagy számok és megszólítható célközönséget jelent mindenkinek. A következő szlájdon, amit látható, hogy melyik állítás áll legjobban közel önökhöz, kizárólag amerikainak tartja magát, illetve kizárólag magyarnak tartom magát, nagyon elenyésző számban mondható. Az amerikaiak tartom, nem tudom, mennyire hallatszik, mert kicsit az internet úgy látszik, hogy mozgolódott, remélem rendben van. 45%-a, aki amerikainak is tartja magát, és lehet a magyar származásúnak is, illetve a magyarnak tartom magam az, aki Amerikában él, ez 50%. Tehát ezekre az adatokra lehet építeni, és ez mindenképpen pozitívnak mondható. Ez egy nagyon érdekes táblázat, itt egy nagyon kreatív módon fogalmazta meg a szerző, hogy hogyan élik meg a magyarságukat az itt élők, akik a magányos polik azok, akik talán legfrissebb ebben érkeztek, ők alig tudnak angolul, nem annyira beszélik a nyelvet, és még úgy nem nagyon döntötték el, hogy hova szeretnének tartozni. A büszke uncles-ök, ők azok, akik már amerikainak tartják magukat, büszkék a magyarságukra, de alapvetően amerikai közegben stabilan élnek, jól érzik magukat. A szemlélődő dreamerek, akik nagyon, ezek a legkevesebb százalékuk, ők nem nagyon tudnak sokat Magyarországról, de nagyon jó dolgokat hallottak róla. Alapvetően a hátterük, rájuk azért ilyen szempontból nem annyira fókuszálnék. A határtalan magyarok, akik itt is vannak, ott is vannak, ezeknek a talán a legnagyobb, mint látható 25%, akik járnak rendszeresen haza, nagyon jó az angoljuk, és abszolút multikulturális életet tudnak élni. A Kukorica Jancsik, ők azok, akik már úgymond Amerikában már asszimilálódtak, szeretnek itt lenni Amerikában, de úgy nem annyira foglalkoznak a magyarságukkal, vagy a hátterükkel tulajdonképpen. És a Hufnager Pistiék, akik a 25% őket törzsben nem lehet, egyik törzsben sem lehet beletenni, és magyar származás számukra közömbösebb, elsősorban amerikaiakkal barátkoznak, és nem nagyon érdekeli őket a magyar nyelv sem.
Ez azért fontos tudni, hogy lássuk azt, hogy egyáltalán ki a célcsoportunk, kikre próbálunk úgymond vadászni. De milyenek is a magyarok, próbáljuk meg ezt megfejteni. Ezek mind a könyvben egyébként benne vannak részletesebben kifejtve, és nagyon érdekes adatok és kutatási anyagok rendelkezésre állnak, amiket igyekeztünk ebben a könyvben is megosztani. Szabálykövetőek-e a magyarok? Na most legyünk azért őszinték. Az első sztereotípiai megfogalmazásunk az, hogy hát nem annyira, mindig keresünk a kiskapukat, de valóban igaz-e, hogy nem vagyunk szabálykövetőek. A 21 ország volt nemzetének volt, polgárait mérte föl a University of Milan, és a kutatásból kiderül abszolút, hogy, nem, hogy a magyarok azok nem szabálykövetőek, az a harmadik helyen szerepelnek a listában. Mi mindenképpen magyarázza, hogy valóban mi a kiskapos megoldásokban és a lazaságban azért ilyen szempontból első helyen állunk, bár mondjuk érdekes módon ugye Magyarországot nagyon dicsérték, hogy nagyon szabálykövetőek voltak a maszkviselés idején Magyarországon otthon, úgyhogy mindenki nagyon becsületesen betartotta a karantént és az összes szabályt. Ez valószínűleg egyébként azt mindenki azt mondja, hogy a szocializmusban megtanult szabályokat igyekeztek követni. Irigyek-e a magyarok? Ez egy mindig egy nagyon érdekes és ez egy kényes kérdés, nagyon megosztanak a vélemények. Több szakember és több kutatás is zajlott erre vonatkozólag. Az egyik kutatás szerint egyáltalán nem irigyebbek a magyarok, mint más nemzetek. Ezt azért tapasztalhatjuk és láthatjuk, hogy ugyanolyan intrikák vannak a többi nemzetiségi közösségekben is, ott is ugyanúgy megvannak a párbajok, a harcok a vezetésben, tehát, hogy ez nem annyira egyedi eset a magyarok esetében. Viszont dr. Almási Kitti viszont ezt kifejti bővebben, hogy egyrészt az, hogy valóban az emberekben az ősidők óta benne van ez az irigység, hiszen úgy fejlődött ki, illetve a túlélési ösztönhöz hozzátartozott az irigység érzése is, de valójában a magyarok sajnos valóban irigyebbnek számítanak a többi nemzethez képest. Ez nagyon mérhető ugye az elmúlt 30-40 évnek a sajnos negatív hatásaként is, és ez a zöld, ez a szomszéd fűje mindig zöldebb, ez valóban jellemző ránk sajnos, és erre oda kell figyelnünk, de hát itt vagyunk a mi generációnk az, aki tud ezen változtatni. A másik, a harmadik kérdésként talán az, hogy összetartóak-e a magyarok. Ezt is sokszor szoktam mondani, hogy ugye mindig lehet hallani, jaj, a magyar, ha egy-két magyar van a szobában, akkor a harmadikkal már összeveszik, nem tudom pontosan az idézetet ezzel kapcsolatosan, de elmondható azt azért, hogy vannak nagyon pozitív példák, és igenis tudunk egymásnak segíteni, és tudunk odafigyelni egymásra, főleg, hogyha újonnan érkezett magyarokról beszélünk. Azt gondolom, hogy nagyon sokan oda teszik magukat, és segítenek a kezdeti nehézségeknél munkát találni, vagy lakhatásban, vagy éppen anyagiakban is. Az összetartozás szempontjából pedig, és azt gondolom, hogy ez is egy nagyon szép adat, hogy mindig mondják, hogy bezzeg a görögök, meg milyen összetartóak. Hát néhány ezer éves múltjuk is van, nagyon erős vallási alapú közösségeik vannak, és valóban ez verhetetlen, de alapvetően, ha megnézzük az összes nációt, hogy hogyan szerepelnek az Amerikában, azért nagyon büszkék lehetünk, és biztos vagyok benne, hogy mi is az első helyeken szereplünk abban, hogy milyen összetartóak vagyunk, és mekkora közösségünk van, és arról nem beszélve, hogy milyen színes programjaink, mennyi megemlékezésünk, mennyi kulturális eseményünk, és milyen gazdag gasztronómiai kultúránk van, amit a mai napig azért az amerikaiak még mindig összekötik a gulyással. Szoktam is mondani, hogy azért nem szabad szerintem elfelejteni a gulyás marketinget, mert annak is éppen ugyanolyan nagy ereje van, hiszen ebben be tudnak mindig azonosítani minket. Szerencsére Budapest azért most már szép helyen szerepel. A következő a szlájdunk, hogy először is, hogy megismerjük magunkat, hogy hogyan is alakult ki a magyar közösségek. Éppen múlt héten voltam Miami-ban, ahol a Magyar Házban Magyari Köpe Gábor tiszteletes adott nekem egy kis tájékoztatást, illetve kis prezentációt arra vonatkozólag, hogy hogyan alakult ki az ottani közösség. És az ő megfogalmazása volt nagyon-nagyon meghatározó, gondolom, hogy Bodor Péter és Emese is ezt meg fogja erősíteni, hogy alapvetően a magyar közösségek az egyházakok révén alakultak ki. Clevelandben is, Lóri, kérlek, javíts ki, hogyha nem jól mondom, hogy 8 vagy 11 egyház működik a mai napig rendkívül aktívan, és
ez mind ugye a magyar közösségekhez így alakultak ki, és azokhoz kötődtek, utána alakultak ki a magyar házak, és ebből adódóan a magyar iskolák, és a cserkészet is ehhez kapcsolódóan. De alapvetően elmondhatjuk, hogy ezek a típusú magyar szervezetek működnek most az Egyesült Államokban. Az egyházak szerepe erős, de itt is a közösségnek a kora nagyon meghatározó, hogy általában az idősebb generációk csatlakoznak, nem szeretnék általánosítani, de a felmérések alapján ez mindenképpen kimutatható. Nagy Ildikónak is volt egy ilyen hasonló felmérése körülbelül egy évvel ezelőtt, ami ezt igazolta. Természetesen igyekeznek ők is új családokat, új fiatalokat bevonni, de elég nehéz feladat ez, hiszen ez is ezeket az örökölt szokásokat hozták nagyon sokan magukkal Magyarországról. A magyar házak, akik olyan kulturális programokkal foglalkoznak, amelyek alapvetően próbálnak minden korosztályt kiszolgálni. Itt vegyes a csoportok attól függően, hogy hogyan tudnak fókuszálni, és hogyan tudják diversifikálni tulajdonképpen a különböző programokat. A magyar házak sok esetben fizikailag nem léteznek, tehát maga az épület nincsen meg, hanem bérelnek, vagy valahonnan kapnak kölcsönben, vagy éppen alkalmi könyvtárakban, vagy alkalmi helyeken, egyetemeken valósul meg az adott program. Ez látható ilyen sok esetben is. A magyar iskolák szerencsére egyre többen vannak, egyre erősödnek, és hála az Amitnak a lelkes és hihetetlen munkája miatt is, és egyre stabilabbak és nagyon jó szakembergárdával rendelkeznek. A magyar iskolák, nyilván Kati erről többet tudna beszélni, de magyar iskolák is egyre növekvő száma azt mutatja, hogy a családok, illetve azok a gyerekes szülők mindenképpen szeretnének valami közösséghez tartozni, és a fő motivációjuk az, hogy a magyar nyelvet a gyermekük megtanulja. Ezáltal ezek köré egy nagyon komoly közösségek alakulnak ki. Például csak nálunk is mondjuk a Mákvirágok kisiskola és óvoda mindössze 8 fővel indult, 8 családdal, és most már 30 fölött van a létszám. Ezt kiszámoljuk is a szülőkkel együtt, azért egy közel 100-as állandó hétvégi programot kínál ennyi embernek, ami nagyon komoly feladat önmagában véve. A cserkészetről nem is kell szerintem beszélni, hiszen szerintem az egyik legerősebb és a legszervezettebb szövetsége a magyaroknak itt az Egyesült Államokban. Például Floridában kevésbé jellemző, egy vagy két helyen van mindössze cserkészet, de alapvetően az északi államokban sokkal erősebb, illetve Kaliforniában maga a közösség. Most nyilván nekik, őket is nagyon keményen érinti ez a pandémia, hiszen nekik alapvetően a szabadtér, illetve az együtt lét, a táborok, amik nagyon mozgató rúgói magának a szervezetnek. És vannak az új típusú hibridek, akik egy kicsit olyan félig meddig ilyen hivatalosan, de nem is hivatalosan összejönnek, találkoznak, de nem annyira szervezett formában, mint mondjuk a többi csapat. Ez is egy érdekes tendencia, de úgy látható, hogy ők is hogy szépen kialakulnak. Általában az látható, hogy például a kisiskolák hogy indulnak el könyvtárakba hétvégente, összefutnak szervezetlenül, éppen valaki tart valami gyurmás foglalkozás a következő héten már kicsit fejlettebben, de nem annyira szervezett módon, mint akik már ténylegesen szervezettel a hátuk mögött valósítják mindezt meg. A következő szlájd, ez már a tippekről fog szólni, nem csoda, ez a csodaszalvas próbálja illusztrálni, hanem ténylegesen működő tapasztalatok. De mindenkelőtt ugye beszélgettünk a magyarokról, hogy milyenek a magyarok, de mi az, amit mi tanulhatunk mi az amerikaiaktól? Mi az, amit mindenképpen érdemes átvennünk, és egy picit az önbizalmunkat, hogy kicsit próbáljuk megerősíteni. Ez a can-do attitude, ami tulajdonképpen arra próbál rávezetni, hogy az önkéntesség maga a összefogás ereje azért Amerikában azért nagyon látványos. Hogyha valamiki bajba kerül, vagy valamilyen összefogás kell, akkor azonnal ott vannak mögöttük az amerikaiak, és azonnal bárkiről is legyen szó. Hiába individualista emberek és államról beszélünk alapvetően, amikor a közösségről van szó, az összefogásról, akkor ők az elsők, akik vagy anyagilag, vagy fizikailag, bármilyen úton, módon biztos vagyunk benne, hogy ott vannak, és ott teremnek, és segítenek. Lássuk a pandémia
idején csak a biztosan ti is tudtok ilyen példákat mondani, hogy hogy a rendőrségre, hogy naponta mennyi ételt és különböző adományt kaptak a különböző átlag emberektől, és nem kellett soha kérniük, és ellátva voltak több hónapon keresztül. Szóval ez egy önmagában véne egy fantasztikus dolog, amiről azt gondolom, hogy tanulnunk kellene, és ez a nagy vonulóságot mindenképpen átvenni. Good job, siker, kommunikáció. Hát valljuk be őszintén, hogy a magyarok azért szeretnek szerénykedni. Pont erről beszélgettünk tegnap Réka szervezésében a közösségi kedden is, Virga Ági is mondta ezt, és tényleg ezt hangsúlyozni kell egyébként a könyvben is, ez mindenképpen ki van emelve, hogy alapvetően a magyarok a sikereiket nem szeretik elmondani. Ebben ezt egy kicsit ebbe fejlődnünk kell, hogy igenis jók vagyunk, igenis meg tudjuk csinálni, igen, erre büszkék lehetünk, hogy ezt és ezt és ezt elértük. Ez nem szerénység, nem álszerénység, egész egyszerűen büszkékkel ne kell lennünk, és hogy hallatnunk kell a hangunkat, hiszen az amerikaiak erre harapnak. Jó, magam is emlékszem, hogy annak idején, hogy tört el a kezemet, és lehajtott fejjel mondtam, hogy miket csináltam otthon, milyen tapasztalatom van. Most már ezeket bőven felvállalom, néha túlságosan is, de ez már csak az extroverziós számom miatt is van így. De alapvetően ez nem csak személyiség kérdése, hanem alapvetően ezt meg kell tanulni, meg lehet tanulni. Tehát, hogyha van egy sikeres fesztiválunk, van egy kulturális rendezvényünk, akkor ne az, hogy utána nem történik semmi az esemény után. Igenis, rakjuk fel a képeket, köszönjük meg az önkénteseinknek, és gratuláljunk magunknak, hogy igen, most is ezt teljesítettük, és büszkék vagyunk arra, hogy hárommal új több ember eljött ezre az eseménybe. Ne felejtsük el, és ne legyünk álszerények, mert ez itt Amerikában nem így működik. Harmadik rész, amit ki is szeretnék emelni, itt a non-profit szervezetekkel kapcsolatosan. Többször már felemeltem a hangom ezzel kapcsolatosan, és tudom, hogy a legtöbb közösség ezzel szenved, hogy egész egyszerűen a magyarok sajnos nem hajlandóak megfizetni bizonyos dolgokat, és állandóan húzzák a szájukat arra vonatkozólag, hogy ez drága, az drága, miért ennyibe kerül. Közben, amikor kiszámoljuk a nap végén, hogy alapvetően miért került annyiba a rendezvény, örülünk, hogyha nullára ki tudunk jönni, és arról nem beszélve, hogy mennyien a közösségi vezetők a saját pénzüket, a saját idejüket áldozzák föl erre az adott területre. A családi támogatásról már nem is beszélek, hogy mennyi idővel ment el. Itt a non-profit szervezetek igenis bevételt próbálnak termelni, és igenis próbálnak gazdaságosan működni, hiszen hogyha van egy kis bevételünk, akkor nyilvánvalóan tudunk fejlődni, tudunk előre gondolkodni, tudjuk arra fordítani az energiánkat, hogy még több emberbe tudjunk vonzani, akár reklám által, vagy akár már más elérések, vagy tagságdíjak befizetésével. Szóval ez ügyben is egy kicsit szerintem fejlődnünk kell, hogy nem kell mindig pironkolni és magyarázkodnunk, hát hogy ez miért ennyibe kerül ez a lángos. Ez azért kerül annyiba, mert a közösség arról szól, hogy ezzel nem biztos, hogy annyiba kerül az a lángos önmagába véve alapanyagáron, de hogy te avval donation adsz a magának a szervezetnek, a magyar közösségnek, hogy tudjon fejlődni, és meg tudjuk mutatni a világnak és saját magunknak, hogy igenis van helyünk itt, és fejlődnünk kell. Tehát ezt kell igazából, azt gondolom, erre majd ki fogok térni reklámozni, és elmondani a magyaroknak, mindenkinek, nem csak a magyaroknak, hanem a közösségünk tagjainak, hogy nem kell ez ügyben feltétlenül mindig szerénynek lennünk, és meg kell értetnünk. Én azt gondolom, hogy ez nem szélmalomharc, és nem egy olyan Don Quixote küzdelem, amit nem lehetne megvalósítani, de ez közös összefogásra, és a minden közösségben ez megvalósul, és minden közösségben ez a fajta változás elindul, akkor sokkal jobb lesz. És ne féljünk el attól sem, hogy akkor akár talán elveszítettünk embereket, mert túl drágának tartják. Ez az ára valamilyen szinten annak, hogy a közösséghez tartozunk, és hogy túl tudjuk élni. Főleg ebben a nehéz időben muszáj kérnünk a közösség segítségét. És ha elmondjuk pontosan, hogy miről is van szó, biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan meg fogják érteni. Ez egy kicsit ilyen kapavágós, egy lassú folyamat, de biztos vagyok benne, hogy meg fogja hozni a hatását.
rendezvények pandémia idején, szabad vagy nem szabad, ugye ennek két értelme van, hogy szabadban vagy nem szabadban tartsuk, nagyon sokan, ez egy nagyon-nagyon kényes kérdés, hiszen alapvetően a közösségek nagyon megosztanak, egész Amerika ilyen szempontból nagyon divers, hiszen például csak Floridában, dél-floridai rész, pont Csajka Zsuzsék például nem tudnak egész egyszerűen egy rendezvényt megtartani az iskolákat, hiszen egyrészt fizikailag nincs hol tartaniuk most, bár most szerencsére, hogy a Miami Magyar Ház felajánlotta a segítségét, hogy oda lehet menni, de ott a fizikai távolságok ugye nehezítik ezt az esetet. Viszont egész egyszerűen sokan félnek is, illetve hát fizikailag még minden be van zárva, és nagyon, nagyon szigorúak a szabályok. Itt nálunk például Közép-Floridában már a gyerekek az első pillanattól járnak szabadon az iskolába, esett számaink lekopogom tényleg alig van, mi sokkal bátrabbak vagyunk, voltak már közösségi eseményeink, de ebből is éles viták alakultak ki, hogy az iskolában maszkban, maszk nélkül legyenek a gyerekek, 5 nap után még a 6. napon is maszkban szeretnénk őket látni az iskola padba, mennyire szigorúan kell betartanunk a szabályokat, mennyire kell alkalmazkodnunk a megyei, vagy éppen a állami előírásokhoz. Alapvetően itt nagyon-nagyon fontos, hogy nem kérdőjelezem meg senkinek, hogy a hitét abban, hogy hisz a vírusban, nem hisz a vírusban, mi fog történni, hogy fog történni, milyen az esetszámok, ez mindenkinek a saját magán ügye. Azonban tiszteletbe kell tartani, hogy jelenleg egy olyan helyzet alakult ki, ami még soha a világtörténelemben, mindenki még egy kicsit olyan tanástalan ebben, de a legjobb és a legcélra vezető, hogyha a hivatalos utasításokat, előírásokat követjük, abból soha nem lehet baj. Nálunk is most már ugyanúgy van a több szülő kérésére, hogy amikor megérkeznek a gyerekek és a szülők, lázmérés van, alá kell írniuk egy papírt, hogy nem betegen hozták el a gyereket, illetve maszkot kell hordaniuk a kicsiknek, amikor nem vannak a folyosó és a közösségi terekben, a szabadban az természetesen egy más dolog. Szóval elsősorban a hitelességre hívnám fel a figyelmet, hogy olyan forrásokból próbáljuk meg megosztani információkat, amik ténylegesen egy állami intézmény adta ki. Itt nagyon fontos az, hogy például a kommunikációban nagyon ugyanúgy, mint a vallásról, politikáról nem szabad, nem érdemes megosztani posztokat. Természetesen az egyházak esetében ez természetesen teljesen más. De fontos az, hogy mindenképpen hiteles bevonással és tájékoztatással valósítsuk ezt meg. És nagyon fontos a bevonás kérdése. Itt az a tapasztalat és az a javaslat, hogy egy nagyon egyszerű SurveyMonkey-n keresztül érdemes a szülőket, a közösség tagjait megkérdezni, hogy mit gondolnak, hogy szeretnének-e visszajönni, és ha igen, akkor milyen feltételekkel szeretnének visszajönni. Ha van egy papír a kezünkben, a nyugodtan tudunk hivatkozni rá, hogy a közösség így döntött, és ezt preferálja. Hogyha 50-50% van, ebben az esetben megint csak azt tudom mondani, hogy a hivatalos szervekhez forduljunk, és azoknak az utasításait tartsuk be, ne kockáztassunk, senki nem szeretne a hírekbe benne lenni, hogy na, a magyar közösségből adott esetben származik egyfajta gócpont, vagy éppen onnan indult el egy nagyon komoly vírusfertőzés. Erre mindenképpen kérem, hogy figyeljetek, mert ez nem csak a mi közösségeinkre, a helyileg, hanem tényleg országosan is hatással lehetnek. Feltétlenül fontos a tájékoztatás, mint említettem, érdemes kiírni mindenhova papírokra, hogyha úgy döntöttünk, hogy megtartjuk az eseményt, hogy mit kell betartani, hogy kell betartani, angolul, magyarul az a biztonságos, és nem lesz akkor félreértés semmiből. Itt van például a CDC ajánlása, itt van a hivatalos Community and Organizations-re vonatkozó szabályok, hogy mit kell tenni, hogy kell tenni az egyházaknak, hogyan kell az ültetést megvalósítani. Feltétlenül javaslom, hogy ezt az oldalt nézzétek meg és kövessétek. Ezek egy ilyen kis emlékeztető lista, hőmérsékletmérés, maszk, nyilatkozat, aláírás, kiírás, készfertőtlenítés és edukáció. Hogyha ezeket betartjuk, akkor bízunk benne, hogy nem veszteni fogunk a közösség tagjaiből, hanem csak nyerni, mert látják azt, hogy biztonságos és megbízható közeg és vezetés viszi az adott szervezetet. És itt a kérdés, amit elkezdtünk feszegetni, hogy a virtuális tér építi a közösséget, vagy sem.
Nyilvánvalóan itt az előnyök és a hátrányok, pont itt az egésznek az elején itt beszélgettünk arra vonatkozólag, hogy ki mit gondol. Az előnyök nyilván az, hogy a fiatalokat ezáltal jobban be tudjuk volni. Nem tudom, nektek mi a tapasztalatotok, de azt gondolom, hogy itt a fiatalok, amint a technikai dolgokhoz jobban értenek, sokkal könnyebben megszólíthatók a családok, a kisgyerekesek is ugyanúgy, akik nem tudnak mondjuk otthonról hétvégén elmenni, a virtuális térbe viszont tudnak csatlakozni. Könnyebben elérhetjük ezeket az embereket, és ők is sokkal könnyebben elérhetnek minket. A rugalmasabb az időpontválasztás, tehát hogy a munkaidőt figyelembe véve azoknak, akiknek dolgozniuk kell hétvégén, van lehetőségük arra, hogy dolgosan is megnéznek meg mondjuk egy előadást. Sokkal olcsóbb, ezt ne felejtsük, ez is egy nagyon fontos szempont, hiszen nem kell termenbérlet, nem kell egyéb olyan költség, ami ilyenkor a rendezvényekkel jár, és egyszerűbb a szervezés is. A hátrány természetesen, hogy a személyes interakciónak a hiánya, amit nagyon igényelnek, főleg az idősebb generációnak ez egy nagyon nagy probléma lehet, és probléma is, mi is ezt látjuk, így tapasztaljuk, de hát igyekszünk, illetve hát például nálunk is MSM augusztus 20-a után tartott az első szabadtéri eseményt, és nagyon-nagyon igényelte azt, hogy igényelték már azt, hogy találkoztassanak az emberek. Nagyon nehéz volt megállni azt, hogy ne ölelgessük meg egymást, de egészen a vírushelyzet ezt viszont megköveteli, hogy figyeljünk erre. A technikai nehézségek itt főleg az idősebb generációra utalva természetesen, akik nem értenek annyira a technikához, technikai feltételekhez, bár nálunk is már egyre rugalmasabban és jobban, és már nagyon nagy Zoom szakértőként mondhatjuk a közösség tagjait magunkénak, bízom benne, hogy egyre többen ti is ezt tapasztaljátok. És félünk attól, hogy az időseket ezáltal elveszítjük, nem csak a magány miatt, hanem maga az, hogy alapvetően nem tudnak csatlakozni, és nagyon-nagyon félnek ezeknek a közösségi találkozóktól. Igen, itt van az online platformok, akiket használunk. A Zoom úgy tűnik, hogy verhetetlen, ez talán a legsikeresebb platform. A Microsoft Team is egy nagyobb teret kap, sokan vitatkoznak, meg kritizálják ezt, meg azt, hogy melyik a jobb, melyik a nem, mindenkinek természetesen ízlés dolga. A Zoomnak van ez a $14-16 előfizetése, amiben már azt jelenti, hogy sokkal többet ember tudnak fogadni, és nem csak 40 perc a limit. Ezt érdemes talán megfontolni és előfizetni, mint egy befektetést, arra majd rá fogunk térni, hogy honnan tudtok bevételt teremteni természetesen ehhez. A Facebook Room, ami most egyre inkább elterjedt, és egyébként egyre többen dicsérik, mi is használtuk már saját belső kommunikációs platformiként a csapattal, és meg kell mondjam, hogy nagyon jól működött. Ugye az a különbség a Facebook Room és mondjuk egy Messenger között, hogy itt sokkal többen be lehet csatlakozni, sokkal jobban a hang és a képminőség, meg tudunk osztani képernyőt is egymással, szakjelent tudom javasolni. A Facebook Live, itt nyilván azokon az eseményekre, hogy azt mondjuk, hogy egy kisebb megemlékezés van, de azt úgy döntünk, hogy egy live streaminggel, egy élő közvetítésen a Facebookon lehet követni, ez a platform abszolút jó rá, természetesen, amit megemlítem a YouTube-ot is, hogy ugyanúgy érdemes létrehozni tartalmakat. Ugye ez meg ugye mindenképpen még segít egyébként az internetes elérhetőségünk javításában is. Illetve a Skype, akit nagyon sokan használnak, ne felejtsük el, hogy azok, akik az otthoniakkal beszélnek, illetve már régóta használják ezt a platformot, nekik ez a legkényelmesebb terület, de azt gondolom, hogy a Zoom most már eléggé átvette ennek a szerepét is. Jaj, nem tudom, mennyire látszik, elnézést, így nincsen háttér mögötte. Próbálom így lappal megmutatni. Tehát, mint láthatjátok, így amik online eseményként megjelennek ezek a megemlékezések, az after hours, ez általában ez egy közösségi események, amit nagyon-nagyon lelkes anyukák szoktak használni, hogy a anyukáknak, vagy csak az apukáknak, vagy éppen a szülőknek tartunk egy külön estét, úgymond egy social estét, ahol tudunk egymással beszélgetni, különböző kulturális események létrehozása, speciális előadó meghívásával, ezt mindenképpen javasoljuk, hogyha például a közeletekben van egy híresebb magyar, akit el tudtok csalni, és vele tudtok beszélgetni, ez mindenképpen fontos esemény lehet. A könyvklub létrehozása, elnézést a leütésért, a
hogy egy megadott könyvet kiadunk egy-két héttel az esemény előtt, hogy mindenki olvassa el, és utána pedig online módon lehet erről beszélgetni. Ez is nagyon népszerű, és nagyon sokan szerették, ezt mindenképpen javasoljuk. Az iskola és az egyéb kreatív foglalkozások, azért ezt el kell mondani, ahogy Kati is mondta az elején, ugye büszkék lehetünk arra, mert az Egyesült Államokban egyébként így Európához képest is mind a kárcsépéseink is egy nagyon-nagyon felkészültek voltak, illetve maguk a szervezetek is hihetetlen gyorsan reagáltak így az online világra. Valahol már első hét után már rögtön online eseményre értek át. Az amitosok már zoomos meetingeket tartottak avval kapcsolatosan, hogy hogyan kell használni legkorszerűbben és a legjobban a platformot, szóval ez is egy fantasztikus összefogást mutat. De például ötletek, hogy amit mondjuk egy szabad foglalkozás, ahol nem tudjátok fizikailag megtartani az eseményeket, akkor egy főzés, az mindig egy nagyon jó pofa dolog a lányok főleg, és most kaptam az infót még Csajkás Zsuzsitól, ez a barkácsolás nagyon megfogta a fantáziámat, hogy például az apukák is bevonhatók ilyen szempontból, és kérjük őket, hogy olyan egyszerű feladatokkal szórakoztassák a fiúkat, amelyekkel mindenképpen érdemesek, és kicsit összetörhetik a környezetüket is. Istentiszteletek, ez ugye ez eddig is volt, ugye az áhítatokat előre fölvették többen, és ezt került leadásra, de itt is mindenképpen, hogyha a templomba már vissza lehet menni, akkor a live streaminget feltétlenül javasolnám, hiszen ebben nem kizárjuk az embereket, hanem bevonjuk őket, és soha nem lehet tudni, hogy mikor fognak ők visszajönni azáltal, hogy már online módon jelen vannak. Illetve az online aukciók, vagy a gálák, amik feltétlenül hasznosak lesznek, erre majd mindenképpen rá fogok térni. Ne legyünk szerények ebben sem, hiszen most ez is ugye munkával jár és időigényes, úgyhogy lassan ezekre is el lehet kérni majd összegeket, és nem kell az ügyben sem szerénykedünk olyan szempontból, hogy igenis, ha tudunk, akkor kérjünk támogatást, és a szülőktől kérjünk támogatást a közösség tagjaitól. Itt van egy online aukciós ötlet, amit most valósítottunk meg. Az Early Learning Coalition-nek vagyok board member-je, és ott a marketing feladatokban igyekszem segíteni lelkesen. És az idei fundraiser gála, az egy kicsit nem volt, tehát abszolút nem volt hagyományos. Egyrészt ugye áprilisba került volna megrendezésre, szeptemberben valósítottuk meg. Ez a lényege az, hogy 1500-1200 műanyag kacsát bocsájtunk vízre. Most itt éppen az itteni helyi lagumba víziparkba volt ez megvalósítva, ahol végigúsznak ezek a kis tárgyak, vagy kis kacsák, és a lényegében, akik meg az első három helyen befutnak, azok egy nagyobb értékű nyereményt kapnak, és azok közül, akik meg még kisorsolnak, azok után is még párat, mint láthatjátok. Tehát ő volt a nyertes kacsa, és aki ezt a jegyet megvásárolta előzetesen $5, az megkapta a Disney jegyet, illetve utazásokat lehetett nyerni, és egyéb tárgyi eszközöket. Még egy ilyen érdekessége volt az eseménynek, itt láthatjátok a szponzorokat is, volt bőven, akik felajánlottak nagyobb értékű nyereményeket, illetve szponzorolták az esemény pénzzel, illetve tárgyi eszközökkel. És még ami érdekessége volt, hogy most ugye online-ra került az esemény, tehát nem volt auction, tehát nem volt silent auction kihelyezve, hanem ezt online oldottuk most meg idén. Szívből ajánlom majd ezt a weboldalt, mindjárt megmutatom, hogy hol lehet elérni. Ide föl lehet tölteni eszközöket, bármilyen tárgyakat, és erre lehet licitálni. Mi egy héten keresztül kértük az embereket, hogy próbáljanak meg a donation, illetve próbáljanak meg licitálni ezekre a tárgyakra, és nagyon-nagyon komoly összegek jöttek be ebben vonatkozólag. Itt érdemes itt is megmozgatni a helyi közösséget, magyar vállalkozókat megkérni, hogy kisebb-nagyobb ajándékokat, például egy tégség, meg mondjuk adjon egy $25 vásárlási utalványt, vagy éppen a nem tudom mi, az ingatlanos pénzösszeggel támogassa az eseményt, de hogy ajánljon fel egy ajándékcsapat, magot, és ezekkel nagyon jó összefogó és nagyon jó közösségépítő hatásai vannak. Nem nagy összegekre kell feltétlenül gondolni, de a tapasztalat szerint viszont nagyon-nagyon érdekes és nagyon jó
eredmények születnek, és nagyon komoly összegeket lehet ezáltal nyerni. Ezt érdemes felírni, természetesen ezt az oldal, vagy ezt a prezentációt is el fogom küldeni, de hogyha ilyenben gondolkodtok, feltétlenül érdemes ezt a weboldalt használni, nagyon-nagyon jó pofa, és nagyon egyszerűen használható. A következő terület, ugye én azt gondolom, hogy mindenképpen erre fontos, és ki kell hangsúlyoznunk, hiszen azért még mindig nagyon nagy számban vannak jelen szerencsére a közösségünkben az idősek. Őket valahogy mindenképpen érdemes, és be kell vonni, és meg kell tartani feltétlenül. Viszont az idősekre való felelősségvállalás, ez nem csak egy, hogy mondjam, egy célcsoportot megcélzó esemény, vagy pénzvadászatról szól, abszolút nem, hanem egy felelősségvállalás is egyben. Mi is többek között, illetve több közösségben is úgy láttam Chicagótól, kezdve talán, nem tudom, Bostonban volt még ugyanilyen ételosztás, hogy a fiatalok fogtak össze. Ez is nagyon jó módja a fiatalok bevonására. Olyan tagok is jöttek olyan közösségből, akik soha nem voltak előttem semmilyen magyar eseményen, de nagyon szerettek főzni, és felajánlották, hogy igen, hát ebben ők is szeretnének részt venni. Eljöttek, főztek, valakik kiszállították az ételeket, valakik csak összedobozolták, de alapvetően tényleg egy nagyon jó összefogó ereje volt ennek az akciónak. Érdemes felajánlani a bevásárlás lehetőségét. Most egy nagyon jó előadásom voltam tegnap hétfőn a Rotary Klubban, ahol pont egy nagyon hasonló szervezet avval foglalkozik, hogy az időseket, illetve akik az elesetteknek segítsenek, és hogy próbálják megfogni az időseket, online zumbát csináltak, tehát, hogy ez is egy nagyon érdekes megoldás, nem tudom, hogy nálunk is az idősek mennyire lennének zsuzsáik aktívak ez ügyben, de nagyon-nagyon örülnénk, hogyha adott esetben ők is csatlakoznának egy ilyen eseményhez. Nekünk is van egy sportszakemberünk, Arnold Csaba, aki sportol, úgyhogy ezt fel is fogjuk vetni számára, hogy esetleg nyitott lenne arra vonatkozólag, hogy tartson egy online edzés időseknek például egy megmozgató, nagyon könnyű edzést. Természetesen ugye, ha most visszatérve arra, hogy sajnos az online nem mindenkinek jól megy ez a technikai megoldás, nagyon érdemes például online oktatást is tartani kis csoportban, vagy akár interaktív módon is. Biztos vagyok benne, hogy erre is nagyon nagy igény lenne, és sosem késő megtanulni. És ráadásul az amerikai magyarok szerintem sokkal nyitottabbak, mint régen otthon, vagy a mi szüleink is akár otthon, ne kevésbé nyitottak már az újdonságokra. Illetve hát itt is szeretném kiemelni a korhatár programunkat. Ennek pont az a lényege, hogy a lelkisegély szolgálatot erősítsük, illetve ezeket az önkénteseket próbáljuk meg egy platformra összehozni, akik segítenek az időseknek. Mi ezeket ellátjuk, ezeket a lehetőségeket. Nektek nem feltétlenül, ha már azt meg tudjátok ajánlani, hogy van egy ez a program, avval is már tudtok segíteni, és a magyarságukat erősíteni. Utána egy jó érzéssel fog gondolni rátok, hogy segítettetek nekik valamiben. Úgyhogy bíztatok mindenkit, hogy ezt is osszátok meg a saját közösségeiteknek a platformain, és ajánljátok jó szívvel ezt a programot, mert tényleg csupa lelkes és csupa tiszta szívű ember van ebben a programban, és nagyon fontos, hogy megfelelő háttérrel, mert van sok kezdeményezés, akik nem annyira, hogy mondjam, tiszta háttérrel indítottak hasonló kezdeményezéseket, és nem feltétlenül megfelelő hátterű embereket küldenek idősekhez, és ezért erre nagyon oda kell figyelnünk. És itt jön a közösségnek a témája, ez egy tényleg egy tyúk, egy olyan történetet szeretnék elmondani, egy megosztani egy olyan kutatási eredményt, amit Jim Tam valósított meg a kutatócsoportjával. Alapvetően a lényege az, hogy két csoportja volt a csirkéknek tulajdonképpen, az egyik, akik szabotálták a többi csirkének a tojás termelését,
a másikok meg a békések, akik viszont tojtak hónadát, folyamatosan megzavarták a vörös tyúkok, hívjuk őket vörös tyúkoknak, és a zöld tyúkok viszont nem tudtak ezáltal a megfelelő tojást termelni. És mit csináltak? Egész egyszerűen azt csinálták, hogy szétválasztották azoktól a tyúkoktól, akik állandóan próbáltak zavart kelteni a rendszerben, tehát a vörös tyúkokat félrerakták, ezáltal a zöld tyúkok viszont a pár napon belül 260%-kal jobban termeltek tojásügyileg. Tehát ebből mit kell levonni, ezt a következtetést, hogy nem feltétlenül érdemes a belső harcokat mindig megvívni, és sokkal egyszerűbb az adott esetben arra fókuszálni, amiben jók vagyunk, akik már ott vannak velünk, és nem folyamatosan kötekednek velünk, akik együtt akarnak működni velünk, és előre szeretnének menni. Tehát ezt azért mindenképpen biztatnék mindenkit arra vonatkozólag, hogyha a belső konfliktusok is vannak, ezeket próbálják meg elhagyni, és fókuszáljanak inkább, sokkal inkább arra, hogy mi az, amiben jók, és azokat erősítsük, mert általában tudom, hogy nagyon nehéz, és nem lehet ezt ilyen egyszerűen leírni, amikor egy konfliktus van a szervezetben, de egész egyszerűen próbáljuk meg ezektől az emberektől, vagy az ott esetben problémás helyzetekből távol tartani magunkat. Egy másik kísérlet, ez az kísérletről nem tudom mennyien hallottak, vagy hallottatok már. Ennek a lényege az volt, hogy tulajdonképpen egy hétfős csoportot kértek föl egy kísérletre. Az első 6 ember be volt vonva már eredetileg a kísérletben, és azt próbálták megkérdezni, hogy a 7. ember nem volt, abszolút nem volt beavatva. És folyamatosan felraktak egy ilyen táblákat, hogy mit látnak, hogy melyik vonal ugyanolyan méretű, mint a többi, és az utolsó táblán, az első pár kérdésnél mindenki ugyanazt mondta, hogy az A az rövidebb, a C hosszabb, stb., de a végén teljesen ezt megkavarták, és teljesen ellentétes módon kezdtek el kommunikálni az a 6 ember, a 7. ember pedig csak nézett, nem értette, hogy miről van szó. De annak hatására, hogy ne lógjon ki tulajdonképpen a többiek közül, ő is ezt elkezdte hinni, hogy tényleg az a harmadik vonal az nem is olyan rövid, és ahhoz, hogy alkalmazkodjon a csoporthoz, és ne tűnjön, bocsánat a kifejezésért, butának vagy ostobának, inkább ő is alkalmazkodott a többiek válaszához. Ebből is mit tudunk következtetést levonni, hogy alapvetően érdemes azokra a hangadókra odafigyelni, hogy nem biztos, hogy mindig azok a hangadók a jó iránymutatóak, és hogy tudjuk-e őket kezelni, azokat a magányos farkasokat, vagy azokat a beavatottakat, hogy máshogy viselkedjenek. Ugye alkalmazkodunk általában mindig az adott környezetünkhöz, és próbálunk azoknak megfelelni. De mint jó vezetőként legyünk igenis határozottak, és álljunk ki a pozitív véleményünk mellett, mert hogyha sokat hangoztatjuk azt, amiben hiszünk, és igazán pozitívan tudunk kommunikálni a többiekkel, akkor ahhoz fognak alkalmazkodni. Ez egy egész egyszerűen pszichológiailag ez elmondható és megfogalmazható. Egész egyszerűen mi legyünk azok a vezetők, akik ezt megpróbálják megváltoztatni, és megpróbálják ezt fölvetni, ezt a helyes utat. Érdekességeként fontos, hogy a magyarok azok érdekkapcsolatokat keresnek el. Alapvetően elmondhatjuk, hogy igen, mint minden ember érdeke kapcsolatokat keres, hiszen hogyha bejövök egy új közösségre, mit fogok én kapni ott? Lehet ez egy anyagi eszköz, vagy egy tárgy, egy ajándék, de sokan, akik mondjuk önkéntesen akarnak bejönni a közösségbe, az számukra is ajándék, hogyha mondjuk dicsérjük őket, egész egyszerűen fölkaroljuk őket, és egész egyszerűen azt mondjuk nekik, hogy te jóban vagy valamiben. Ez a motiváció az, ami feltétlenül érdemes megfogni és megszólítani a magyarokat is ilyen szempontból, akik újonnan kerülnek a közösségbe, azokat próbáljuk meg mi a jó útra idézőbe terelni. Ugye nagyon fontos, hogy ők is, hogy milyen közegbe kerülnek, hogy már olyan közegbe csöppenek bele, akik már eleve elítélik, vagy lehúrogják a magyar közösséget, hogy oda nem érdemes menni, mert ott hülyék vannak, vagy azt mondjuk, hogy mindjárt azt mondjuk, hogy igenis szeretnék ez a közösséghez kapcsolódni, és gyere velünk, mi várunk, és szeretettel kapsz tőlünk valami olyat, amire vágysz. Ez legyen ez egy dicséret, egy motiváció, egy visszacsatolás, amire éppen szükséged van, főleg, hogyha frissen érkeztél az Egyesült Államokban, mindenképpen érdemes megfogni ezeket az új tagokat.
A térbeli közelség az számít, egy, szoktak sokszor mondani, hogy azért, mert magyar, aztól még nem kell, hogy barátom legyen. Én ezt egy kicsit megcáfolom ilyen szempontból, mert alapvetően szöktukutatás is megmutatta, hogyha például az főiskolai kollégiumban, vagy éppen a középiskolai kollégiumban, ugyanazon a folyosón, vagy sok mással, társ emberrel, vagy szobatársaiddal, akkor óhatatlanul kialakul egy olyan belső kapcsolat, ami életed végig is el fog kísérni. Ugyanígy van ezzel, ugye hasonlót vonz egyrészt, másrészt pedig a térbeli közelség egész egyszerűen adott. Érdekes módon, hogy pont nálunk is, most megint csak ezt tudom mondani, biztosan nektek is vannak ilyen példáitok, hogy Orlandó tőlünk körülbelül egy órás távolságra van, 45 perc egy órás távolságra, de nyilvánvalóan, hogy azokkal vagyunk napi kapcsolatban, illetve sokkal szorosabb összefüggésben, akik helyileg vannak itt közelünkben, akár 10-15 perces távolságban, hiszen sokkal kézenfekvőbb egész egyszerűen, és más is a viszonyunk. Ez egyfajta csoportosulást, klikkesedést is okozhat, de nem feltétlenül ennek hívnám, de alapvetően nyilván elfogultabbak vagyunk a körülöttünk lévőkkel kapcsolatosan. A hasonlóság elve pedig ugyanezt mondható, nyilván az emberek keresnek olyan társaságot, akik hasonlóak, itt a magyar nyelv, a kultúránk is ugyanúgy összefogó erő, és erre is lehet és kell erősíteni feltétlenül, és hívni az embereket, és azok, akik például azt mondják, hogy na most ezt a kötőkáposztát én is meg tudom menni, ezért meg tudom főzni magamnak, azért nem megyek el a fesztiválra, csináljunk nekik más lehetőséget, amit talán bevonza őket. Mérjük föl, itt is nagyon fontos mindig a felmérésnek az ereje, hogy mit szeretne az adott közösség. Minden közösség más, minden közösségnek a dinamikája egész egyszerűen más. Mind a edukáltság szempontból, mint pedig maga a hozzáállás kérdése, illetve amit említettem az előbb, hogy az alapvető közeg, amiben csöppentek, milyen volt és milyen befogadó, és alapvetően mennyire nyitott arra, hogy a magyar közösségnek a részei legyenek. A következő szlájd, itt alapvetően ezek nagyon-nagyon fontos részek. Itt a gazdasági dolgokra térnék át itt alapvetően, hogy milyen tipeim lennének, ugye, hogy nagyon fontos az, hogy egyre megvan már a közösségünk, működünk, nagyszerű, de alapvetően ugye azt anyagilag is föl kell tartanunk ezt a közeget. Mint az elején már hangsúlyoztam, hogy igen, ne legyünk annyira szerények avval kapcsolatosan, igenis kérjük meg annak a szolgáltatásnak az árát. Egyrészt egy pszichológiai szempontból is nagyon fontos, hogyha valami ingyen van, azt az emberek nem úgy értékelik. Abban az esetben viszont, hogyha már kénzt kérünk valamiért, akkor annak az értéke is sokkal másabb, és annak van már ténylegesen tartalma, minőséget is párosítunk hozzá. Ettől függetlenül mindenképpen fontosnak tartom, és nagyon sok konfliktustól is megóvja a közösséget az átláthatóság. Sokan nem értenek avval egyet, hogy nem kell beavatni a közösséget avval kapcsolatosan, hogy milyen pályázati pénzek vannak, milyen bevételi források vannak. Azt gondolom, hogy mindenképpen érdemes egy évben egyszer vagy kétszer a közösségnek, az adott környezetnek elmondani azt, hogy milyen bevételi forrásokból tartjuk fel magunkat. Nem kell ilyen szempontból szerénykedni. Bárkinek kérdése van, nyugodtan jöjjön, meg lehet mutatni nekik a könyv, meg lehet mutatni az adott pénzforgalmat, de azt gondolom, hogy feltétlenül fontos az, hogy ezt nyílt apokkal játszunk. Nagyon sokan elítél már mi rögtön azt, hogy, tehát, hogy a pénz kerül a szervezetbe, abban a pillanatban egy kicsit megváltozik így a tagoknak a viszonya. Ezt a lehetőséget viszont ki kell fújni, és hívni kell, be kell hívni a szervezetbe az adott kollégát, vagy adott magyarunkat, hogy jöjjön, és tekintsen bele nyugodtan, hogy mire gondol, milyen ötletei vannak. Azt gondolom egyébként, hogy nagyon-nagyon pozitív, és nagyon jó ötletek merültek fel, hogy hogyan tudnak gazdaságosan is működni azok a szervezetek. És ismét Csalkás Zsuzsira nézek, neki van ezzel kapcsolatosan, nagyon a könyvben is említem többször ezt a példát, hogy például hiába nyertek támogatást mondjuk egy adott táborra, de mindenképpen ők is kértek egy részvételi díjat, nem csak azért, mert hogy adott esetben most a tábor vagy bármilyen rendezvény nem tudnánk kifizetni, hanem hosszú távon gondolkodunk, legyen egy alaptőkénk, egy olyan összegünk, vagy olyan gazdasági hátterünk, amit a későbbiekben túl tudjuk élni, bármi történik, a pályázatok adott esetben nem kerülnek kihirdetésre a jövőben, ki sosem lehet tudni, pont a pandémiás helyzet azt mutatja, hogy olyan sok bizonytalanság van, hiszen kácsépés sem kaptunk idén, hogy ezekre föl kell készülni, és igenis kicsit gazdaságosabban kell gondolkodni,
gondolkodni. Például náluk van egy olyan ötletpont, South floridai klubnál, gyerekis klubnál van egy, hogy a, például a tanárok ott nem kapnak egyáltalán fizetést, hanem úgy döntöttek, hogy ebből az összegből tréningre fordítják, egy ilyen retreat-es hétvégére fordítják azt az összeget, amely egyrészt csapatépítő is, másik pedig egy nagyon jó motivációs eszköz. Ezáltal a közösségben sem jelent problémát senki számára, hogy az adott tanár mondjuk pénzt kap. Ezt természetesen minden közösség maga dönti el, és hogy hogyan kommunikálja ezt a szülők felé, mert sajnos abban az esetben már rögtön nagyobbak az elvárások, és a hajlandóság arra, hogy önkénteskedjenek, sajnos valóban leesik, és nem annyira lelkesek a szülők. Ilyen szempontból azt mondják, hát ő kap érte fizetést. Pedig ez nem így működik, nagyon jól tudjuk, hogy egyáltalán azt a készülés, vagy azt az extra költségeket éppen, hogy tudják ebből fedezni. A bevételi források szempontjából ugye majd mindjárt pár ötletet mondok, hogy hogyan lehet még extra bevételekre szert tenni, illetve a profit szerzés, elnézés van itt is egy elütés, egy profit profi vezetés, ez is nagyon-nagyon fontos, hogy a szervezetünkben olyan professzionális vezetést legyen, ami átláthatóvá teszi magát a gazdaságos működésünket. Milyen forrásaink vannak itt a magyar szervezeteknek Egyesült Államokban? Hát eddig nagyon szerencsések voltunk, vagy vagyunk, nagyon megszaporodtak ugye a hivatalosan működő szervezetek is. Ugye a szervezeteknek egy része pályázatokban tartja fel magát. Így alapvetően a Bethlen Gábor Alap áldásos működése kapcsán rengeteg támogatást kapnak a magyar szervezetek. Nagyon-nagyon hálásak vagyunk érte, viszont ugye most annak kapcsán is, hogy például több rendezvény elmaradt, ugye nem is kapták meg a támogatást a szervezetek, ezáltal gazdaságilag sem tudtak vele számolni. Adott esetben mondjuk ez problémát jelentett sokak számára, hogyha úgy gondolkodtak meg mondjuk a dél-floridai csapat. Úgyhogy ezeket mindenképpen érdemes olyan alternatívák után nézni, ami mindenképpen hosszú távon segítség lehet. Ilyen például az amerikai különböző alapítványok, mindenképpen érdemes megnézni, a Foundation Center most éppen új nevet kapott, ez a Candid néven fut. Azt érdemes mindenképpen követni és feliratkozni, ugyanúgy a Philanthropist Digestre is, ami rendszeresen küld hírlevelet, hogy milyen alapok és milyen magán tőkéből származó alapítványok állnak rendelkezésre, ahol esetleg akár a magyar közösségünk is tud pályázni. Feltétlenül fontosnak tartom, hogy nyissunk az amerikai források irányába is, és ne legyünk ilyen szempontból tanástalanok, hanem ha kell, akkor fogadjunk föl egy profi pályázatírót, akik jutalékért vagy commissionért mindenképpen ezeket megírják, de nagyon sok ilyen lehetőség is van, ne dobjuk el magunktól a lehetőséget. A másik ugye a saját bevételek, amiket így említettem így korábban. Itt akár ha saját épülettel rendelkezünk, a magának a épületnek a bérbeadásából is szép bevételeink lehetnek adott esetben, vagy a különböző rendezvényeinkből, ami most ugye jelenleg az csak online valósulhat meg, de erre is mindjárt adok majd tippeket, hogy hogyan lehet ezekből is pénzt, bevételt hozni. Az épületek kiadása nem feltétlenül fontos az, hogy meg kell követni itt is a CDC előírásokat. Érdemes például Nagy Ilinek volt egy nagyon jó ötlete, hogy befotózta úgy a termet, úgy rendezte be a termet, mint egy ilyen konferenciára, bárki kiveheti a New York-i magyar házat, és sokkal látványosabban egy kiajánló keretében körbe küldte a potenciális partnereknek, akik hajlandóak fizetni az adott esetben a rendezvénytermekért, és hát nyilván sokkal olcsóbban hozzájuthatnak ezekhez, de egy nagyon komoly bevételi forrást tudnak ezáltal biztosítani maguknak. Akkor ezen kívül vannak az adományok, ez egy sokkal nagyobb terület. Ezt én azt gondolom, hogy itt a magyarok egy picit ebben erősödniük kell a magyar szervezeteknek, hiszen biztos, hogy vannak jó példák, de alapvetően ez a túlélésünk, ez a pandémia idején és a hosszú távon gondolkodás szempontjából elengedhetetlen, hogy ezekre jobban odafigyeljünk. És most, hogyha van időnk jobban arra, hogyha nincsenek fizikai rendezvények, akkor az időnknek a nagy részét erre is érdemes ráfordítani. Itt ugye megvannak a különböző technikák, éppen mondjuk egy pro bono munka is ugyanúgy adománynak számít, itt érdemes a különböző business council-okat megkeresni, helyi non-profit szervezeteket, akik például tudnak segíteni abban, hogy mondjuk, hogyha olyan tevékenységünk lenne, hogy például szeretnénk 501
C3-re átváltani, akkor vannak olyan ügyvédek, akik ezt pro bono módra meg tudják valósítani, vagy a könyvelésünket el tudják vállalni. Tehát ezek a business council-okat érdemes megkeresni megyei, illetve városi szinten is. Ők nagyon segítőkészűek, és valószínűleg, hogy kiemelt célcsoportként is tekintenek ránk. Vannak a jótékonysági események, ezekről mindjárt meg fogok beszélni. Ugye most már ezeket csak online lehet csatlakozni. Itt az előbb mutattam egy példát erre, hogy hogyan lehet ezt megvalósítani. Egyébként ebből az eseményből mindegy 13 ezer dollár bevétel jött össze, úgyhogy tényleg érdemes volt megszervezni. Itt is csak önkéntesek segítségével valósult meg az esemény. Árverések, ezek, amit ezt is mutattam, ez az aukciók, itt is a közösség bevonásával ezeket is meg lehet valósítani, felhívni a figyelmet, igenis most a magyar közösség túléléséért küzd, igenis hívjuk fel a figyelmet, hogy a közösség meg most megmutathatja az erejét. Erre egy külön kampányt érdemes indítani ezekkel a megfogalmazott üzenetekkel, amit rezonál természetesen az adott közösséggel, az adott helyen. A szponzorációt, ezt is egy picit úgy elhanyagoljuk, pedig sokkal nagyobb figyelmet kellene fordítanunk rá. Vannak igenis magyar vállalkozások, akik helyileg is tudnak segíteni. Nálunk is állandó szponzoraink vannak az eseményeinken, és most már olyan szinten bejáratottak, hogy ténylegesen egy körtelefon, egy kör e-mail elég arra vonatkozólag, hogyha megkérjük őket, hogy támogassanak minket. Legyen az a nyomda, hogy ingyenesen kinyomtatja a poszterünket, vagy éppen a olyan mecénás, aki tudjuk, hogy nagyon sokat magyart foglalkoztat, ők biztos, hogy vissza fognak adni az eseményre, vagy hogyha vagy konkrétan az adott eseménynek az névszponzorai szeretnének lenni, arra is van mód ugyanúgy. Vagy ha van egy olyan célkitűzésünk, hogy például egy könyvtárat szeretnénk most megvalósítani, vagy egy játszóteret a Magyar Háznak az udvarára, arra keressünk konkrétan a szponzort, és megnyugjuk meg, hogy az ő nevét viselheti az adott esetben, az adott létesítmény, ami hosszú távon is örökre ott fog megvalósulni. Pont megint ugye a Miami házban voltam, ugye, ahogy említettem múlt héten, és egyszerűen hihetetlen volt, hogy tiszteletesül elmondta, hogy a 48-47-ben épült fel, egy magántőkéből teljesen a Magyar Ház, egy olyan komplexum, egy olyan templom, egy olyan Magyar Ház, ahol van időseknek külön nagy hatalmas termő, 250 fő tudnak leültetni, a másik oldalon is közel ennyi fiatalnoknak szóló terem valósult meg, és ez mind régen a magántőkéből. Azt gondolom, hogy most is vannak magyarok, akik adományoznak, de ne legyünk szerények, az amerikaiakat se is nyugodtan meg lehet keresni ez ügyben, és meg is kell keresni. Ezért fontos az, hogy ezt mindig próbálom elmondani, hangsúlyozni, hogy ne csak a magyar közösségben forgolódjunk, hanem legyünk benne az amerikai közösségben, legyünk mondjuk, most nem feltétlenül a Rotary klubot mondom első körben, annak vannak magas költségei, de akár abban is azt mondhatjuk, hogy delegáljunk oda egy embert, aki adott esetben reprezentálja a magyar közösséget, vagy a különböző chamberökben, vagy vannak ingyenes előadások, ahol nagyon jó networking lehetőségek vannak, és igenis be tudunk mutatkozni. A másik oldal ugyanúgy természetesen, hogy a sajtó felé is ezt a köröket végig kell járni. Ez a legnagyobb küzdelem természetesen, hogy nem tudjuk őket bevonni, de még muszáj az, hogy hallassuk a hangunkat. De egyébként a könyvben ez egy sokkal nagyobb nagy fejezet, és erről már talán egy külön előadás keretében beszélnek, ez is így is nagyon sok, már nagyon elhaladt az idő. Nagyon gyorsan mondom, hogy igazából fontos lépések arra vonatkozólag, hogyha arra próbálunk rátérni, hogy más forrásokból is próbáljunk adományokat, illetve bevételi forrásokat szerezni. Egyrészt, hogy legyen egy hivatalos szervezetünk. Nem feltétlenül kell hivatalosan 501c3-nek lennünk, ez egy hosszabb folyamat, de ha az amerikai pályázatokra szeretnénk jelentkezni, ahhoz viszont elengedhetetlen feltétel, hogy alapítványi minősítésbe is kerüljünk, de a magyar pályázatokra ez nem szükséges, tehát ezt ennélkül is nyugodtan folytathatjuk. Reméljük, hogy ugyanúgy fog folytatódni a program, és januárban újra be tudjuk majd adni. Ami nagyon fontos a brand értékünk, hogy most ez az időszak arról is kell, hogy szóljon, hogy megerősítsük a brandünket. Mi az a brand? Nem kell feltétlenül csak arra gondolni, hogy egy logónk van. Ez is nagyon fontos eleme és része az események. Réka biztos most így közbeszólna erre, és remélem, hogy helyeselni is fog.
hogy alapvetően az a brand az, amit kialakítottál magadról, azt az érzést, milyen érzést alakítottál ki magadról a közösségedben. Amikor elhagyod a szobát, úgymond, akkor mit fognak mondani a hátad mögött rólad? Ez nagyon-nagyon fontos, hogy milyen a reputációja magának a közösségnek. Hogyha úgy érzik, hogy becsületes és tényleg sokat tenni akaró vezetői vannak, akkor a megítélése is sokkal jobb. De hát ezért fontos az, hogy sokszor régen is mondták nekem, hogy például a Zsuzsának még régen a klubban, hogy én nem éreztem magam hívva, hogy meghívnak, nem kérek én külön kérvényt, de úgy, mint én egy újonnan érkezett magyar, igenis jól esett volna, ha valaki fölhív, meglátogat, és személyesen elhív, hogy gyere el hozzánk a klubba, és szeretettel várunk. Amikor ez megtört, én sokkal szívesebben mentem, és sokkal szívesebben vagyok köztük, mert úgy érzem, hogy én is oda meghívásra kerültem. Biztos ti is érzitek ezt, és sokan mondják azt, hogy nem kell hívni, hát meg van hirdetve, hát csak jönni kell. Ez nem így működik, és nagyon fontos az, hogy legyen az, hogy mindig minden csapatban, minden csoportban egy olyan ember, aki fogadja az új tagokat, aki tényleg egy welcome ként élik meg, és oda mennek hozzájuk beszélgetni, elmondják nekik azt, hogy hogyan működik a szervezet, ki kicsoda, hogyan, nem természetesen nem az, hogy most rögtön elmondjuk, hogy Józsival ne beszéljél, mert ő hülye, hanem hogy menj inkább Marihoz, mert ő sokkal kedvesebb, hanem inkább arról, hogy hogyan érdemes beilleszkedni, milyen programok vannak, hogyan tud jobban becsatlakozni, és mindazonáltal hogyan tud önkénteskedni, és ne felejtsük el, hogy mindig megemlíteni a donationnek a lehetőségét, tehát igenis ezeket szívesen fogadjuk. A harmadik lépés, ami nagyon fontos, amit elkezdtem már itt mondani az előbb, a networking, hogy igenis networkölnünk kell, és nem csak a magyar közösségben, hanem az amerikai közösségbe is be kell illeszkednünk. Mi amit szoktunk csinálni, és ez nagyon jól bevált, biztos vagyok benne, hogy már sokan csináljátok, de mégis az, hogy mi mindig meghívjuk a megyei vezetőket, meghívjuk a városnak a polgármesterét az eseményre. Ezáltal abban bízunk, hogy természetesen, hogy a sajtó is jobban nyitottabb lesz arra, hogy beszámol az eseményünkről, hiszen az is nagyon fontos, hogy olyan elfogadottságot, olyan reprezentációt kapjunk mi is az adott közösségben, hogy hallatassuk a hangunkat. Mi itt az elmúlt évek során is most már 1500 főre duzzadt a Magyar Fesztiválnak a létszáma, és hát a sajtó még mindig a legnehezebb feladat, amit megpróbálunk bevonni, de például a Rotary Klubban az egyik előadó éppen a főszerkesztője volt az újságnak, és meredeken megmertem kérdezni, hogy én mondjuk egy adott esetben miért nem jönnek el egy ilyen eseményre. Már hallattam a hangom, és remélem, hogy legközelebb azt fogja mondani, hogy igen, el fogunk jönni, mert ezt tényleg érdekesnek találom. Ez egy nehéz, nehéz történet, gondolom, ti is tapasztaltátok már ezt. Akkor az online pénzgyűjtéssel kapcsolatosan, ugye most rengeteg olyan lehetőség van, ugye nagyon fontos még a brandre visszatérve, hogy nagyon fontos az, hogy legyen egy logunk, legyen egy jó arculatunk természetesen a fizikailag. Nagyon fontos, hogy nagyon jó kommunikáljunk a social media platformokon, létre kell hozni ezeket. A weboldal az elengedhetetlen. Olyan weboldal kell, hogy működjön, amelynek az online, tehát hogy a mobil verziója is tökéletesen működik, hiszen ne felejtsük el, mindegy 70% az embereknek, körülbelül 50-70% az embereknek már mobilon nézi meg a tartalmakat. Ami nagyon fontos, hogy gyorsan és lehetőségen kiemelten tudjunk kérni pénzösszeget, donation-t kérjünk. Nagyon egyszerűen be lehet állítani, tényleg sokszor egy 10 perces feladat, nem kell megijedni ezektől a lehetőségektől, a PayPal-nak rendkívül egyszerűen beilleszthető, weboldalba beilleszthető gombjai vannak, előkészített gombjai, mint ami csak tényleg egy nagyon egyszerű beillesztéssel meg lehet valósítani, és nem dobjuk el a lehetőséget arra vonatkozólag, hogy jelentkezzenek. A Facebookon is biztosan nagyon sokan láttatok egy ilyet, hogy donation gomb. Ezzel egy picit óvatos lennék, mert pont a születésnapomra én és az Early Learning Coalition-nek, amit említettem, ő nekik kértem, hogy őket támogassák a szülinapom alkalmából, és kezdjétek, a pénz a mai napig nem jött meg, és utána néztem, és nagyon sokan panaszkodnak, hogy a Facebookon ezeket a donation-öket, ezeket az összegeket nagyon sokára és nagyon hosszadalmasan utalják át, és utána kell neked a saját pénzed után menni, hogy tulajdonképpen megkapják. Ezért sokan javasolják inkább ezt a GoFundMe-t, az Indiegogo-t, illetve a Kickstarter-t, mint
egy olyan platformot, ahol így gyűjteni lehet támogatásokat. Itt általában azért nagyon fontos, hogy olyan célra gyűjtsünk pénzt, ami jobban kézzelfogható, mint említettem, hogy egy könyvtár létrehozása, vagy éppen a játszótér megvalósítása, vagy éppen valami olyan eszközbeszerzés, ami a közösséget fogja építeni, vagy akár még az amerikai közösségnek is nagyon-nagyon hasznos lehet. Itt ez nagyon-nagyon világos és nagyon meghatározott célokra érdemes gyűjteni. Nem érdemes az, hogy most támogasd a közösségünket, hogyha nem, tényleg legyen egy kézzelfogható eredménye ennek. A networkingre még annyit még visszautalva, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy az adatbázisunkat felépítsük, főleg ebben az időszakban, ami után természetesen a direct marketing levelekkel is ugyanúgy tudjuk bombázni majd az ott esetben a szponzorainkat. Tehát ezeket feltétlenül fontos, hogy ezek kezeljük ezeket a lehetőségeket úgy, mint egy ilyen közösségi startupokat, és az alapján próbáljuk meg megvalósítani. Itt ilyen szponzorációs csomagokat mutatnék be. Az egyik, a jobb oldali, az a Summitra készült, a bal oldali pont a könyvem kapcsán, ami rendkívül izgalmas, hiszen sokszor mondták mondani, hogy a Schusternek a cipő, hogy a pont tanítja, de nem tudja csinálni, de szerencsére van bizonyítékom, hogy is ez működik, hiszen a régi marketinges átterem is valamilyen szinten azért még ezt így előhívta belőlem, hogy ezt saját magamnak én sem legyek szerény, hogy kérjünk összegeket. Itt láthatjátok, hogy a könyvem kapcsán is megkérdettem azt az egész egyszerűen lehetőséget, hogy szponzorokat kérjek. Több csomagot összeállítottam, mint látjátok. Itt hangsúlyoznám, hogy a magyar szervezetek mindössze 9 dollárért mindennel csomagolással, postázással együtt ennyiért megkapják a könyvet. Úgyhogy feltétlenül kérlek benneteket, hogy próbáljátok meg majd az előadás után meg is rendelni ezeket. De felajánlottuk olyan lehetőségeket is, amik talán a cégeknek, illetve tehetősebb szervezeteknek működik és megéri, de olyan extra dolgot kínáltunk bele, ami azt gondoljuk, hogy vonzó. Például a 75 dolláros csomagban már benne van 1 óra ingyenes olyan konzultáció is, amit egy az egybe a szervezettel tudunk megvalósítani, és konkrét ötleteket, konkrét javaslatokat tudunk tenni. A 150 dollárban már 2 órás csapattréning van benne. Érdemes ezeket megfontolni, hogy mi éri meg természetesen. És vannak szponzoraink, amit láthatjátok. Egyrészt ugye vannak pro bono szponzoraink is, illetve vannak olyan szponzoraink is, akik ezt már igényelték és használják. Köszönjük szépen ezúton is nekik. Ez a Summitnak Hungarian Summitnak a szponzor csomagjai. Itt összegyűjtöttünk minden olyan lehetőségekre, erre biztatnának benneteket én is, ha gondoljátok, közösen csinálhatunk majd egy ilyen workshopot is, hogy hogyan lehet kialakítani jó szponzorcsomagokat. Tényleg próbáljuk meg végig gondolni, milyen felületeink vannak, egy weboldal, vagy éppen a rendezvényen kirakni az asztalra egy kártyát, vagy éppen egy üdvözlőlapokra mindig rárakjuk a logót, vagy éppen egy névadó szponzor az adott eseménynek, vagy éppen egy adott területnek, vagy egy eszköznek, ami csak róluk szól. Nyilván ez mind a két fél számára nagyon fontos és eredményes lehet. Fontos mindig úgy gondolkodni, egy vállalkozónak miért éri meg, hogy minket támogasson, hol forog a neve, kik a célcsoportja, és annak alapján próbáljuk meg ezt beazonosítani. Ez egy nagyon izgalmas dolog, és szerintem ez egy külön előadás majd meg fog érni. Nos, most nagyjából akkor így az összefoglaló, tehát, hogy amiről beszélgettünk ma, a közösségedet érdemes megismerni, látjuk a hátterét, hogy honnan jöttek, mikor jöttek, miért jöttek, mi a motivációjuk, nyilván itt nagyon vegyes a csoport, és mindenki a fiatalokat próbálja megszólítani, hogy legyen utánpótlás, ez a legnehezebb terület, de itt is mértéklenül fontosnak tartjuk, azt kiemelném, hogy hozzájuk, ahogy a hasonlót vonz, őket olyan programokkal próbáljuk meg megcélozni. Igen, tudom, hogy ők inni szeretnek, meg bulizni, stb., de hogy miért nem tudunk egy hangadót mondjuk megszólítani. Ez ottani vezér
embert, hogy csatlakozzon hozzánk, üljünk le vele beszélgetni, hogy őnekik mire van igényük, hogyha ha feltétlenül az ivászat és a bulizás fontos, akkor hogyan tudunk nekik is olyan közösségi teret teremteni. Itt például nagyon-nagyon jó ötlet volt nálunk a Talpra Magyar Sportkupa, hogy a sporton keresztül például kitűnően meg lehetett szólítani a magyar fiatalokat. Nagyon sokan jöttek és csatlakoztak pont a sport kapcsán, és mégiscsak egy egészségesebb életmódra neveltük őket. Bocsánat, meg tehát annyi. A másik az alkalmazkodás, hogy nyilvánvalóan az, hogy próbáljuk meg az adott helyzethez alkalmazkodni. Most vírushelyzet van, nem tudjuk megcsinálni, de van mindig B-terv, C-terv, amihez tudunk bevételeket, illetve közösséget teremteni. Itt a bevonás a lényeg, amit említettem az előbb is, hogy minden célcsoportot próbáljuk bevonni. Hogyha időseknek zumbát akarunk szervezni, akkor zumbát szervezzünk, vagy éppen, hogyha a gyerekeknek barkács előadást, akkor az apuk munkákat is be tudjuk hívni és szólítani, és ők is már saját maguknak érzik az eseményt. Az anyagi feltételekről beszéltünk, hogy milyen lehetőségek vannak, áttekintettük arra vonatkozólag, hogy hogyan, milyen forrásokból lehet pénzt kapni, találni, ne csak a magyar forrásokra gondoljunk, hanem az amerikaiakra is. Nagyon hálásak vagyunk a Nemzetpolitikai Államtitkárságnak, hogy ekkora figyelmet szentel nekünk, és ekkora összegeket kapunk, tényleg fantasztikus, viszont próbáljunk meg több lábon állni, már csak azért is, mert soha nem lehet tudni, hogy mikor jön egy ilyen pandémiás időszak újra, vagy egy olyan probléma, amit még nem láthatunk előre, de ne legyen így, ne legyen így, de feltétlenül próbáljunk meg megerősödni. És az erős közösség, ugye az, ha erős a közösségünk, akkor az adományok is biztos vagyok benne, hogy erősebben és hatásosabban fognak érkezni, és még jobban egy nagyobb magyar birodalmat fogunk itt talán építeni itt az Egyesült Államokban. Szóval nagyságrendileg ezekről szerettem volna beszélni. Itt egy ilyen végső összefoglaló, kérlek benneteket, hogyha minden iratkoztatok fel a hírlevelünket, tegyétek meg Facebookon, illetve a Instagramra jelentkezzetek feltétlenül, a YouTube csatornánk is nagyon aktív, próbáljuk azokat is mindenkit biztatni arra vonatkozóak, hogy arra is iratkozzon fel. A könyvet rendelnétek mindössze $9, tényleg szervezetek számára. Ha szponzorálni szeretnétek, azt is nagyon-nagyon köszönjük, és nagyon meg fogjuk köszönni, hogyha arra van lehetőségetek, de mindössze $9 már tudom postázni, ez ténylegesen fedezi tulajdonképpen az önköltségeket, és azt, hogy még ez még egy extra költségünkben még ne kerüljön tulajdonképpen, de itt a fő cél az természetesen, hogy ez a tudás átkerüljön. Nagyon sok hasznos tipp van a könyvben, egyébként sok Pál utcai fiúkból vett grund gondolat és konkrét leírás, hogy hogyan kell egy szponzori levelet megírni adott esetben, vagy milyen szponzori csomagokat javasolunk. Úgyhogy ezek a taktikák és részletek, illetve az előadás anyagai mind benne vannak a könyvben. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok, hogy itt vagytok velünk. Úgyhogy most én megnyitnám a teret arra vonatkozólag, hogy ha vannak kérdések, vagy ötletek, javaslatok, azokat szívesen fogadnám. Kérdés esetleg, már csak megnézem, hogy kinek van-e bárkinek kérdése. Van ez a kis chatbe, hogyha tudjátok ott is rakni a kezeteket, mert most én nem látom a teljes társaságot, de szóval nincs kérdés. Mindenre válaszoltam kérdés nélkül. Akkor annyira azért mondjatok el nekem, hogy ez így jó volt, sűrű volt, mit szeretnétek hallani legközelebb, vagy mi az, amiben szerintetek érdemes lenne odafigyelnünk, vagy ami szerintetek másokat érdekelhetünk, közösségeket, szívesen fogadok bármilyen kritikát, építő jellegűt lehetőleg, mert nekem is van lelkem, de alapvetően nagyon örülnék, hogyha megtennétek a javaslataitokat, visszacsatolásokat. Sziasztok, Csajkás Zsuzsa vagyok. Én személyesen köszönöm, megkaptam Pirostól a könyvet, nagyon kedves volt tőled, és elég sokat is olvastam belőle, és megmondom őszintén, hogy mennyire örültem volna egy ilyen könyvnek, még annak idején, mikor én is a szervezetemet kezdtem elindítani, hogy rengeteg, de rengeteg olyan tipp van, aki akár egy frissebb közösségnek, de akár már egy több éve működőnek még mindig meríteni tud belőle,
Úgyhogy gratulálunk, Piros, meg köszönjük, hogy újra fel tudod gondolatainkat, ötleteinket frissíteni, és mindig van egy kis valami, amihez nyúlhatunk újabb ötletekért. Szerintem ez nagyon, nagyon fontos, mert azért az idők, évek során tendenciánk, hogy kiégünk, megunjuk, nem megunjuk, az rossz kifejezés, hanem inkább az, hogy vannak időszakok, amikor besokalunk a sok önkéntes odaadott energiánkból, és kellene ilyen kis motivációs eszközök, amelyek segítenek mindannyiunknak továbbá vinni közösségünket, és amiből mi is, mind vezetők, táplálkozhatunk. Zsuzsikám, nagyon szépen köszönöm, tényleg nagyon-nagyon jó eset most nekem is, mert ilyenkor az ember azért igen, akkor önkéntesek vagyunk, és éppen a gyerek kajáját főzzük, és akkor félkézzel azért a gépet pötyögjük, hogy mikor lesz a legközelebbi esemény. Igen, az ember nagyon le tud fáradni, és hogyha nincs egy ilyen szupervíziós, vagy mások a kibeszélés, akkor ez mindig egy nagyon-nagyon energia vámpír tud lenni. Úgyhogy köszönöm szépen, nagyon-nagyon jó esett ez most. Már megérte. Én is szeretnék szólni. Nagyon-nagyon hasznos volt ez az előadás. Köszi szépen, hogy ezt összefoglaltad. Tényleg folyamatosan minden, nagyon sok ötletet adtál. Egy kérdésem van, hogy ezt akkor meg lehet kapni, látom, hogy felvetted ezt az előadást? Igen, így van. Hát elküldöm a linket, és akkor én gondolom, odaadhatom másoknak a... Természetesen. Természetesen, hogyha lesz idejük és energiájuk végig hallgatni, akkor természetesen. Most már volt valaki, aki ezt meghallgatta, és meg tudja mondani, hogy igen, ezt érdemes meghallgatni. Nézzétek, hallgassátok. Igen, abszolút. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen, nagyon jó volt. Köszönöm én is szeretnék egy szót. Halló? Itt vagyok, mondja, szervusz Péter, szervusz. Szervusz, Isten áldjon mindenkit, áldás békesség. Egy kis humor szabad? Igen, tőled mindig. Avval indítottad az előadást, hogy politikamentes és vallásmentes. Hihetetlenül jól kommunikálsz, tehát nagyszerű politikus vagy nagyszerű pap is lehetném. Ezt köszönöm, ezt nem tudom, hogy ez dicséretnek vegyem. Őszintén dicséret, tényleg, mert nincs abban semmi baj, a becsületes politikus meg a becsületes pap az egy jó dolog. Abban nincs semmi gond. De tényleg köszönjük szépen, főleg az odaadást és a hűséget, amit nagyon szépen köszönöm a közösség iránt. Úgyhogy nagyon-nagyon köszönjük, és csak így tovább. Itt vagyunk, segítünk, ahogy lehet. Nagyon szépen köszönöm, nagyon jó esik, Péter, köszönjük szépen. A csapat nevében, mert ez ma egyszer mondom, ez nem egy, bár én szerepelek sokat, tudom, de alapvetően egy nagyon komoly csapat munka eredménye mindez, és bízom benne, hogy ez a csapat még erősödni fog és nőni, és meg is maradnak, az mindig egy jó jel, hogyha a csapatunk stabil, igaz, ez gondolom mindenkinek ez a legnagyobb visszacsatolás, hogy körülöttünk vannak azok az emberek, akik a mindennapjainkat segítik. Én is szeretném megköszönni neked, Piros, köszönjük szépen sok hasznos információt, amit aztán. Én elsősorban ebből azt látom, amit elmondasz, és gondolom majd a könyvet is elolvasom majd utána, akkor, hogy ugyanazzal a problémával küzdünk mindannyian, legyen az a magyar közösség bárhol a amerikai területén, és abból, hogy a tapasztalatainkat megosztjuk,